Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai ismételten egy horoszkópos könyvajánló lesz, ezúttal halaknak. Belegondolva nagyon vicces, tehát nézőim nem halak, hanem halak csillagjegyű molyok, úgyhogy nézzük, hogy mi az az öt tulajdonság, amit összegyűjtöttem a halak csillagjegyűekről, és melyik az a három szerző, akiket ti is ismertek, és ebben a csillagjegyben születtek. Az első tulajdonság, ami nagyon jellemző a halakra, hogy nagyon-nagyon extrán érzékenyek, ehhez még egy olyan könyvet hoztam, amin tuti, hogy nem csak ők, de ti is sírni fogtok, ez pedig Bauer Barbától a Fekete Rózsa. Nem mondanék többet. Nagyon síros könyv, de megéri elolvasni. A második tulajdonság erre a csillagjegyre, hogy nagyon álmodozó típusok. Ehhez egy olyan könyvet hoztam, ami szerintem ilyen álmodozós, és a főszereplő, aki már igen régen olvastam, de egy álmodozó hölgy, ez pedig az Enigma, akiben Lena a főszereplőnk. Na most itt azért az álmoknak fontos szerepe van, és ő eléggé álmodozó típus, én azt gondolom. Régi nagy kedvencem, ajánlom nektek szeretettel, és egyébként a Helena Silenci, egy magyar szerzőt takar, úgyhogy érdemes olvasni őt is. A harmadik tulajdonság, hogy a halak csillagjegyűek, halkszavúak, diszkrétek. Ehhez egy olyan könyvet választottam, ami rövid, de eléggé velős tartalommal bír. Idején Böszörmény Gyulától a Kucó és más életszilánkokat hoztam, amiben ugye ő maga meséli el a gyermekotthonban töltött időszakát, illetve az életének bizonyos pontjait, ami azért így olvasóként megrázó. Nem túl sokat beszélek róla a csatornán, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy valahogy bele kell, hogy szóljam, úgyhogy én azért választottam őt, mert eleve nagyon szeretem Böszörmény Gyulát, a Leárablás Budapesten, itt láthatjátok is, kicsit arrébb, nagy kedvencem, úgyhogy gondoltam, hogy megemlítem nektek ezt a kötetet is, mert szerintem érdemes elolvasni, nem hosszú, egy rövidke kötetről van szó, de mégis olyan gondolatokat tartalmaz, és kicsit belelátunk az író szemszögéből is, hogy ő miket ért át, és miért lett olyan, és miért ír ilyen jól. Azért abban van igazság, hogy az, aki tényleg nagyot akar alkotni, már így írás terén akár, annak meg kell járni a poklot, és hát ennek bizonyítéka akár ez a kötet. Szerintem sokszor felmerül bennünk, hogy oké, hogy jó volt a könyv, oké, hogy szeretem, de azért a szerzőről is szeretnék még többet tudni, és ennek tökéletes példája a Kucó, úgyhogy szerintem érdemes elolvasni, nem csak halaknak, minden könyvmolynak. Főleg azoknak, akik szeretik is Böszörményit. A negyedik tulajdonság, hogy a halak csillagjegyűek, romantikus elképzelősűek, romantikus lelkületű személyek, amivel nincs is baj, úgyhogy ehhez egy romantikus regényt hoztam, ez pedig a Círmos hadművelet, ez volt az, amit legutóbb olvastam, és így talán így tudom is ajánlani. Bár amikor ezt a videót felveszem, és hogy mikor kerülik, ezt nem tudom, tehát lehet azóta már többet is olvastam, mindegy, most ez, ami eszembe jutott, ami ilyen kis könnyed romantikus, és ilyen romantikus lelkületű csillagjegyeknek, mint a halak, jó lehet. Ez a Círmos hadművelet Melinda Metztől. Azért ajánlanám a halak csillagjegyűeknek ezt a kötetet, mert a romantikus szál mellett egy cuki cica is van benne, és azért a romantikus lelkületű emberek általában szokták szeretni a cicákat, az állatokat, úgyhogy szerintem az, hogy két embert összehoz egy círmos, az mindig jó, és szerintem izgalmas felütés egy romantikus regénynek, úgyhogy ajánlom nektek szeretettel. Az utolsó, ötödik tulajdonság pedig az empatikusság, az elfogadás, és idején a Ház az ég színkék tengernél mondanám, szerintem nagyon rég volt már olyan könyv, ami ennél empatikusabb és ennél elfogadóbb és együttérzőbb, úgyhogy nem szeretnék többet beszélni róla, rengeteget beszéltek már róla booktuberek, úgyhogy most én nem fogom még egyszer elmondani ugyanazt, hogy milyen csodálatos könyv, megéri elolvasni, nem csak halaknak. Na és nézzük a három halak csillagjegyű szerzőt. Az első Sarah G. Maas, amin igazán Ivor annyira nem lepődtem meg én személy szerint, már hogyha olvastuk a könyvét, azért tudjuk, hogy ő eléggé érzelmes, és azért némely tulajdonság, amit így felsoroltam, igaz rá, úgyhogy van itt azért átfedés. A második Kelly Oram és Robin Hobb. Ez a három szerző az, akit még ehhez
találtam ehhez a csillagjegyhez. Ha esetleg ismertek, vagy van olyan kedvencetek, aki a csillagjegy horoszkópban született, nyugodtan írjátok meg lent kommentben. Találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!